Az, hogy egy közlekedési baleset anyagi káros vagy sérüléses végkimenetelű, több dolgon múlhat. A legfőbb ok, ami meghatározza a végkifejletet, az a megfelelően becsatolt biztonsági öv. Sok tévhit kering a köztudatban annak használatáról, amelyeket Vad Róbert mind megcáfolt. Nem igaz, hogy kisebességnél városi forgalomban nem érdemes használni a biztonsági övet. Sokan úgy gondolják, hogy jól kitámasztott kézzel és lábbal is lehet fékezni az ütközés pillanatában tehetetlen testet, ahogy az öv teszi. Ez egyértelműen tévhit. A felszabaduló hatalmas mozgási energiát végtagjaink nem képesek megfékezni. Ezzel szemben az öv az előre száguldó testet megfogja és visszakényszeríti az ülésbe. A kutatási eredmények tükrében a biztonsági öv használata esetén a balesetek súlyossági fokában egy jelentős javulás mutatható ki. Ez a megállapítás különösen igaz azokban a mai modern járművekben, amelyek nagy részénél már alapfelszereltség a légzsák, mely csak akkor nyújt biztonságos védelmet, ha az öv be van kapcsolva. Ellenkező esetben a kirobbanó légzsák komoly sérüléseket okozhat a tehetetlenül becsapódó testen. Fontos tudnivaló, hogy nem csak a sofőr és anyósülésben tartózkodó személyeknek kötelező a biztonsági öv használata. Ugyanúgy fontos, hogy a hátulülők is becsatolják azt. Hiszen esetleges karambol esetén a be nem kötött személyek előrerepülésükkel veszélyeztetik az előutazókat is. A rendőrőrnagy hangsúlyozta, hogy vezetőként és utasként egyaránt minden autóba szállás alkalmával, lakott területen kívül és belül is használjuk a passzív biztonsági eszközt. Csupán így van esélye egy baleset során komolyabb sérülések nélkül éppen kiszállni az autóból.